forintot, ami azt jelenti, hogy már csak 8 párbaj van hátra a 25 millió forintért. Na de az még messze van, jön a harmadik párbaj egy páros számú ellenféllel. Hatos. Szeretném. Hatos. Péter Siófokról. Igen. Szia. Sziasztok. Mivel foglalkozol, Péter? Jelenleg munkakereső vagyok. Előtte? Előtte külföldön dolgoztam, általában szállodákban vagy éttermekben, konyhán. Merre jártál külföldön? Ausztriában, Belgiumban, Angliában, Írországban. Írország? Hogy kerültél Írországba? Hát hirtelen ötlet, egy ismerősöm szólt, hogy volna egy kis munka, meg szállás, meg minden, üljek fel a repülőre és menjek. Így hát összekapoltam. Kimentél, mit találtál? Mennyi időt voltál aztán kint? 3,5 évet. Miket csináltál kint? Teherautósofőr voltam, egy pékségnél. Gyakorlatilag akkor ennek a 3,5 évnek a nagy részét ezzel nagy töltötted, részé, ugye? Miért fejezted be? Miért jöttél vissza? Mert megismerkedtem a mostani barátnőmmel. Az egy nyomós ér. És ezért hazajöttem. Aha. És amikor Írországból megjöttél, most azóta kezdtél el munkát keresni? Nem. Írországból már régen hazajöttem, aha, utána elmentem Angliába, ott is sofőrködtem, aztán Belgiumba kipróbáltam milyen betonelemeket gyártani, aztán most leragadtam Ausztriánál. És itthon nem akartál sofőrködni? Nem igazán. Nem jutott eszembe. Sportolni viszont sportolsz, alkatodat nézve? Régen sportoltam, most már nem. Mi volt? Karatéztam. Melyik ágát művelted? Sitoriu. Emellett valami más sport? Kerékpározni szoktam, tavasztól őszig. Ejtőernyőzés? Kipróbáltam. Igen, véletlenül. Na, azt hogy lehet véletlenül ejtőernyőzni? Úgyhogy a barátnőmnek vettem karácsonyi ajándéknak egy ugrás, de ő lebetegedett, ezért nem ugorhatott. Valakinek muszáj volt, mondom, hiába tériszonyom van, de azért megpróbálom. Hát ezért nagyon becsüllek érte, mert azért, milyen magasról ugrottál? 4 kilométer. 4 kilométer magas, a tandemugrás. Igen, tehát az azt jelenti, hogy valakivel össze voltál kötve, aki profi ugrott. Semmit nem von le az ugrás értékéből, tehát a magasság úgy bátorság kell hozzá. Igen. Na, nem tudom, hogy ez a játékhoz mennyi bátorság kell, bevállalósnak kell egy kicsit lenni, az biztos. Kiderül. Következzen akkor a harmadik párban. Péter, hány éven át húzódott Giordano Bruno római pere? 6, 7, 8, 9. 7 éven át, így is van. Ugye ez az inkvizícióhoz kapcsolódó per volt. Balázs. Kutyafajta, alsónadrág, de kínai parasztfelkelés is. Boxer. Igen, feltételezem, hogy nem a kínai parasztfelkelésből jöttél rá. Történelmi szakos voltam, úgyhogy valami még ragad, de ezt már régen volt. Péter. Nemrég elhunyt színésznőnk Saroltot játszott az István a királyban. Berek, Kati. Jó a válasz, igen. Nemzet színésze volt. Balázs. Hol fedezték föl nemrég a világ legnagyobb trópusi tőzeglápját? Medence. Így van. Kongó medence? A Kongó medence, így van. Fantasztikusan nagy szénkészletet sejtenek, illetve már részben tártak föl a kutatások alapján. Azt mondják, hogy a világ fosszilis igényének a 2-3 évi felhasználását tudnák vele fedezni. Tehát egy iszonyatosan gazdag területről van szó. Péter. Sajátos fejdíszéről, nem pedig egy kemencéről elnevezett madár. Búbos banka. Jó válasz. Balázs. Melyik kategória nyertesét jelentették be tévesen az idei Oscar-díj átadáson? Legjobb film. Így is van, ez a kaliforniai álom volt. Szegény alkotók mintegy 3 percig érezhették magukat Oscar-díj győztesnek, mert aztán rájöttek, hogy rossz borítékot vettek elő, és rossz győztest hirdettek. A Holdfény című film nyerte ezt a kategóriát. Péter. Melyik rapper alakít Tolvaj királyt a készülő Twist Oliver musicalben? Ice Cube. Igen. Otthon vagy ebben a kategóriában? Nem. Nem. Vagy az? Balázs. Itt született első Rákóczi Ferenc.
Gyulafehérvár. Jó a válasz. Péter. A francia királyok koronázási városa. Rőm. Nem. Van egy nagyon szép katedrálisa, ahol koronázták a királyokat egyébként. Reims. Jó. Az a megoldás. Balázs. Kazinczy Ferenc egyik írói álneve. Székhelyi Vince. Szép. Nem, a szép halmi Vince. Jó a megoldás. Péter. Szabályos, sokszögű síklapok csiszolt drágakövön vagy üvegtárgyon. Ötletem sincs. A fazetta. Hallottál róla? Nem. Ezekből a síklapokból egyébként ezek azonos méretű síklapok, és ezekből, vagy ezek borítják adott esetben a drágaköveket is, és nagyon érdekes módon megtörik a fényt, tehát vagy összegyűjtik a fényt, és ettől fénylik például szépen a gyémánt, vagy nagyon sok irányba verik vissza. Jó játék volt? Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm. Sok sikert. Harmadik párbaj, kemény volt? Ez is kemény volt, egyre feszül a helyzet. Na jó, van, nézzük meg, hogy ez most mennyit jelent számodra.